Akkor jövünk, ha másnak nincs esély. Át sűrűkön a sebzett vagy nyomán. Rátalálni gyerünk, vezes kutyám. Jól van, látom itt a véres levél. Most megmutatjuk mi is talán, ami még ősi vadász szenvedély. November 7-e és 11-e között Keszthelyen találkoztak egymással kontinensünk legjobb utánkeresői. A Nemzetközi Vérebb Szövetség 33. fővizsgájára 11 nemzet képviselői adták le nevezésüket. A két évente más-más országban megrendezendő, komoly nemzetközi presztízzel bíró esemény kiváló alkalmat adott arra, hogy a sebzetvad felkutatásával foglalkozók megmérettessenek, s közben tapasztalatot cseréljenek egymással. Ez az 1930-ban alakult Nemzetközi Vérebb Szövetségnek a hivatalos versenye, minden második évben kerül erre sor, és az öt alapító tag rotációban rendezi a versenyt, tehát minden tagra, így a Magyar Vérevegyetés 10 évente kerül a sor, legutóbb 2003-ban volt Kaszón a rendezvény, tehát ez egy verseny, amin 12 ország, jelen pillanatban 12 ország vérevei fognak részt venni. Korábban minden egylet két-két kutyát indíthatott, de az olyan tömegű ember megmozgatását feltételeztem, amit nem lehetett kezelni, ezért 8 év vagy 9 évvel ezelőtt én magam azt javasoltam, hogy redukáljuk ezt egy kutyára, mert annak nincs értelme, hogy 3-400 kilométereket autózzunk egy úgymond munkára, egy kontroll munkára, kiderül, hogy meg sincs lőve a vad valamikor Észak-Németországból, bennünket a volt NDK területére 300 kilométert elautóztattak, mert ott jelentettek egy rálövést, és kiderült, hogy meg se volt lőve, hogy ezért utaztunk 600 kilométert. Tehát ennek nincs értelme, oly mennyiségű bírót kell mozgatni és működtetni két kutya esetén, amit nem vállaltunk a továbbiakban. Tehát egy kutyát indít, arra lehetőség van, és ezt most öt klub hozott rendelvezett tartalékkutyát. A tartalékkutya eredményei nem számítanak a versenybe, tehát csak az elsőnek nevezett kutya eredménye számít a versenybe, és ez 12 ország indít, és még 5 tartalékkutya van, amelyik munkához jut, de nem versenyszerűen fog részt venni benne. Tehát 17 kutya áll fel a rajtkőre holnap. Az egyetlen objektív mérési lehetőség a Vérebb esetében a mesterséges munkáknak a bírálata, hiszen ott azonos időben fektetett, azonos hosszúságú, azonos időjárási viszonyok között fektetett csapákról van szó. Ott van mérési lehetőség, itt ahány sebzés, természetes sebzés, annyiféle feladat és nehézség kerülhet elő. Objektív elemei az értékelésnek, a csapának a kora, a hossza, ugyanígy a hajszának a hossza, az időtartama. Objektívként értékelhetjük a hangadásnak a mikéntjét. Szubjektív megítélésnek a tárgyát képezi a kutya hozzáállásának a megítélése. Nem mindegy, hogy egy kutya lagymatag módon áll neki, vagy pedig teljes koncentrációval érződik rajta, hogy minden idegszálával a feladat megoldására koncentrál. Ehhez kell a tapasztalt bírónak a szeme, hogy egy szubjektív, de mégis korrekt ítéletet mondjon.
A rendezvényt támogató állami erdőgazdaságok összesen 300 ezer hektárnyi területén a fővizsgát megelőző napokban terelő vadászatokat tartottak, ahol óhatatlanul bekövetkezett néhány sajnálatos sebzés, ám a rosszul meglőtt vad többségét, hála a véreveseknek, sikerült megváltani szenvedésétől. De lássuk, hogy miről is szól egy ilyen fővizsga, és mi alapján rangsorolják a versenyzőket. Az, hogy kinek milyen feladattal kell megbirkóznia, csak egy sorsolást követően derül ki. A vérebb vezető és kutyája, miután megtudta, hogy hová kell mennie, egy hozzárendelt háromtagú bírói testület, valamint az érdeklődők kíséretében a helyszínre utazik, és a rálövés helyén meghatározza a sebzés körülményeit. Majd rövid előkészületet követően a több méteres vezetékre csatolt kutya nyomában elindul a sebesült vad csapáján. Menet közben egy színes szalaggal jelöli a vér, az esetlegesen felbukkanó csontszilánkok helyét, s folyamatosan figyelve a kutya reakcióin, halad a sebzett vad nyomán. Amikor úgy ítéli meg, hogy már közel van a meglőtt vad, elérkezik az ideje a hajszának. Ilyenkor szabadon engedi négylábú vadásztársát, aki hangadással folyamatosan tájékoztatja a vezetőt a vad állapotáról. Egészen másként ugat, amikor a seb ágyban elpusztult vadhoz ér. Ezt a szaknyelv úgy nevezi, hogy dermetre csahol. És ettől eltérő hangot hallat, ha forgatja vagy állítja, azaz állóra csaholja, amíg élő szarvast, dámot, muflont, esetleg vaddisznót. Ezután következik a kegyelemlövés, majd a hagyományoknak megfelelően az elejtett vad végtisztességének megadása. A bírók eközben figyelik, hogy az ebb mennyire dinamikus, milyen fegyelmezett. Pontosan követi-e a nyomot és nem tér-e le a csapáról, illetőleg a vezetéken vagy a hajszán miként viselkedik. A munka akkor eredményes, ha a sebzett vad terítékre kerül. A vezeték munkahossza meghaladja a 300 métert, legfeljebb kétszer történik csapatévesztés, és a hajszára engedett kutya nem jön vissza a sebzett vad nyomáról. Természetesen az is számít, hogy milyen hosszú a kidolgozott csapa, és egyebek mellett az is sokat nyom alatban, hogy mennyi idő telt el a sebzés óta. Egy egységes szempontrendszer szerint a bírók pontozzák a munkát, és így a végén összehasonlíthatóak lesznek a versenyzők. Önmagában a szerencse faktor rendkívül meghatározó ebben a dologban, az viszont nem, hogy melyik kutya tudja szerencsét kihasználni. Tehát a szerencse lehetőségét csak a legjobb kutyák tudják kihasználni. Szerencsére ezek kutyák között igen gyakran magyar vérebb vezetőt és kutyáját tudjuk találni. A magyar vérebesek, akik egyértelműen a világ élvonalába tartoznak, korábban igen szép eredményeket értek el a nemzetközi megmérettetések alkalmával. Hát nyilvánvaló, hogy önmagában minden utánkeresés a kutyának is és a vezetőinek is egy felfokozott érzelmi, idegi állapotot feltételez. A jó teljesítményhez talán ez elengedhetetlen. Én azt szoktam mondani általában, hogy függetlenül attól, hogy vizsga versenyen szereplünk, vagy pedig egy gyakorlatban, egy éles sebzésen próbálunk eredményt elérni, minden esetben ugyanazokkal a szakmai és erkölcsi hozzáállással kell ezt teljesítenünk. Az, hogy most adott esetben ez egy versenyen vagy egy vizsgán történik, az egy plusz dolog, de nem feltételezi azt a kutyánál, hogy másképp kéne teljesíteni, hogy másképp kéne tennie bármit is, mint egyébként azt előtte tette egy nappal, vagy a versenyt vagy a vizsgát követően fogja azt tenni egy nappal. És talán ez kell ahhoz, hogy elsősorban jó teljesítmény nyújtson, másodszorban pedig a vezetőnek kell egy olyan mentális felkészültség, amihez sok minden szükséges, nyilván a szakmai tapasztalat, a vizsgákon, versenyeken való részvétel. A hazai induló Pukánszki Zoltán ezúttal is okkal reménykedett a jó helyezésben. Mint mondta, igen nagy megtiszteltetés számára, hogy kutyájával, Sághegyi Stamesz Leó Rézivel, a hannoveri vérebbel ő képviselheti a magyar színeket. Ő nekem nem a kutyám, ő nekem az élettársam, a munkatársam, a barátom, nem is tudom, hogy mivel fejezzem ki. Aki engem ismer, talán érti, hogy miről beszélek, illetve azok az emberek, akik kutyával foglalkoznak. Ez egy olyan kapcsolat kutya is, vagy állat és ember között, amit nehéz így megfogalmazni, mert mi egymással nem szavakkal kommunikálunk, hanem nem csak szavakkal, hanem egyéb módon, ami nagyon nagy élmény, azt gondolom. Én nekem legalábbis, de szerintem neki is, és remélem, hogy ez még sokáig így marad.
A sors, na meg Szent Hubertus, Pukánszky Zoltánt akár abban a kegyben is részesíthette volna, hogy arra a vadászterületre kerüljön, ahol vérebével nap mint nap az erdőt járja. A magyar induló tudniillik vadászati előadóként tevékenykedik a Szombathelyi Erdészeti ZRT-nél. A Szombathelyi Erdészeti ZRT 1992. január 1-től működik önálló társaságként. A társaság 47.225 hektár területen tevékenykedik, amelyből 45.370 hektár az erdőterület. A kezelt területek az Őrség, a Vas és Zalai hegyhát, Kemenes alja, a Vas megyei dombvidék és az Írottkő alja erdőgazdasági tájakban helyezkednek el. A társaság célkitűzése a szakszerű, természetközeli, fenntartható erdőgazdálkodás megvalósítása, oly módon, hogy mindeközben megfeleljen a társadalmi elvárásoknak, és teljesítse a védelmi, illetőleg a közjóléti rendeltetésből eredő kötelezettségeit is. Az erdőgazdaság alaptevékenysége egyaránt kiterjed a mag- és csemete termelésre, az erdőművelésre és fakitermelésre, a fakereskedelemre, valamint a vadgazdálkodásra, de erdei iskolai szolgáltatást is nyújt. A társaság kiemelt fontosságú feladatként kezeli a közjóléti funkciók ellátását. Vas megye városai mentén parkerdőket létesített és tart fenn, hogy a városi polgárok kikapcsolódhassanak a természetben. A Szombathelyi Erdészeti ZRT 42 ezer hektáron vadgazdálkodik és vadásztat. A vadász vendégeket 7 vadászházban tudja elszállásolni, melyeket a vadászati idényen kívül igénybe vehet minden természetet szerető, nyugalomra vágyó érdeklődő is. Jellemzően nagyvadas területeiken évente mintegy 800 szarvas, 1200 vaddisznó, 800 őz és 60-80 dám, illetőleg muflon kerül terítékre. A legjobb trófeák súlya a gímszarvasnál meghaladja akár a 10 kg-ot is, de nem ritkák a 400 g fölötti őzbakok sem. A vadászati módok között igen népszerűek a téli lovaskocsis barkácsolások és az eredményes vaddisznóhajtó vadászatok. A cég szakemberei fontos feladatuknak tekintik az erdő mint természeti érték és a benne élő vadállomány egyensúlyának megteremtését. A verseny előestéjén az egyik legfőbb esélyesnek számító magyar vérebes visszafogottan latolgatta az esélyeket, majd elmondta, hogy nincs két egyforma munka, minden sebzés más és más, ugyanakkor a kutyának és a vezetőnek minden esetben tudása legjavát kell nyújtania. A győzelem lehetőségével kapcsolatban hozzátette, rajta és kutyáján biztosan nem fog múlni a siker. Én magam részéről ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy jó Istenre bízom ezt a dolgot, bármi lesz az, akármit fogok kapni, akárhol, azt ugyanúgy fogjuk, megpróbáljuk ugyanúgy megkeresni, mint azt tegnap tettük a versenyen kívül, hogy meg fogjuk tenni versenyen kívül jövő héten. Tehát bármi lesz az, azt tudom mondani, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy terítékre hozzuk azt a sebzett vadat, ebben biztos vagyok. A Helikon szálló hajjában feszült várakozás előzte meg az első hivatalos programot, a résztvevő kutyák és a vezetők bemutatását, illetőleg azt a sorszámhúzást, amelynek alapján eldőlt, hogy másnap reggel ki milyen sorrendben fog munkát kapni. Az ünnepélyes megnyitóra másnap reggel egy igen különleges helyszínen, közvetlenül a Balaton partján került sor.
Az üdvözlő szignált az a jövőre 20 esztendős Baranya Vadászkürt együttes szolgáltatta, amelynek az összes alapító tagja megszállott vérebesként kezdte pályafutását. Erdőgazdaságok segítségét kértük és kaptuk ebben a munkában. Így sikerült közel 300 ezer hektár vadászterületről a sebzésekkel kapcsolatos információt összegyűjteni. 14 társasvadászatot, vaddisznóhajtás zajlik a napokban ezen a környéken, és az itt keletkező sebzésekről az információt kapjuk, és reméljük, hogy minden kutyát munkához fogunk tudni juttatni. A köszöntő beszédek után felszállt a fehér füst, kiderült ugyanis, hogy a számhúzás kinek kedvezett. Végérvényesen eldőlt, hogy kinek milyen csapát kell kidolgoznia, és kinek hová kell utaznia. Stábunk egy francia versenyző kíséretében a Bakonyerdő ZRT vadászterülete felé vette az irányt. Bakonyerdő Erdészeti és Faipari ZRT, a Balatonfelvidék és a Magas-Bakony erdeinek kezelője az állami tulajdonú erdővagyomból több mint 62 ezer hektáron gazdálkodik. A részvénytársaság erdőterületének 76%-a Veszprém, 15%-a Zala, 9%-a Győr-Moson-Sopron megyében található. A magyar állam, mint az erdők tulajdonosa, elvárja a részvénytársaságtól, hogy a kezelésére bízott területen megvalósítsa a természetközeli, tartamos és fenntartható erdőgazdálkodást, a természetvédelmi oltalom alatt lévő területek szakszerű kezelését, biztosítsa a magánszféra hatékonyságával vetekedő gazdálkodási tevékenységet, és maradéktalanul feleljen meg az egyre markánsabban megjelenő össztársadalmi igényeknek, az erdők közjóléti és közcélú feladatainak kielégítésében. A társaság három legfontosabb üzletága az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a fafeldolgozás. A Bakonyerdő ZRT 68.750 hektárnyit kitevő 8 vadászterületének színvonalas hasznosítása érdekében nem pusztán koordinálja és szervezi a vadásztatást, hanem 6 vadászházának ökoturizmusba való mind teljesebb bevonását is igyekszik elérni. Az utóbbi évek munkájának köszönhetően mára már kiterjedt erdei iskola, alkotóház, pihenőhely hálózattal rendelkeznek, erdei tanösvényeket, kilátókat, tornapályákat hoztak létre, melyek üzemeltetésével széles rétegek számára nyújtják az erdő és a természet megismerésének mind teljesebb lehetőségét. A jellemzően nagyvadas területein gímszarvas, dám, őz, muflon elejtésére, valamint vaddisznó egyéni és társas vadászatára kínál lehetőséget. A bakonyi muflonkos trófeák minősége kiemelkedően jó, amely nem ritkán kapitális hosszúságú csigákban nyilvánul meg. A Bakonyerdő ZRT területén vagyunk, Tevecserben, a Tevecseri Erdészet területén, és a tegnapi vadászat alkalmával egyetlen egy sebzés született, jól lőttek, azt lehet mondani, szép teríték volt, amellett egy sebzés is sajnálatos módon összejött, ami nekünk viszont ilyenkor munkát jelent. A francia versenyző egy rövid felkészülést követően magabiztosan kezdett neki az utánkeresésnek. Egy jó benyomást keltő középkorú szukáról van szó, egy nyugodt, nagyon szimpatikus vezetővel, és egy olyan bírói testület ugye a kutya után, amelyik aztán mindenhonnan származik. Amikor ideértünk, nagyon szépen szíre vette, vezetékre vette a kutyáját a francia. Nagyjából
megismerhettük azt, hogy mi történt, milyen lövés, hogy történt a tegnapi vadászat alkalmával, azt el tudta mondani, aki a lövést tette, hogy úgy érzi, hogy egy kicsit előre sikerült, mert kicsit előre bukott a szarvas, ez egy szarvas ünőről van szó, és tulajdonképpen egy kis vért találtak, és eltűnt a sűrűbe. És hát ennyit tudtunk. A kutya gyönyörűen szép, lassan, komótosan fölvette a csapát, ahogy illik, és szépen földre szegezett orral egy nagyon nehéz sűrűn átvezetett bennünket, ahol elég volt követni. Még a disznóknak is, tehát csoda, érdekes, hogy a szarvas, egy sebzett szarvas, ha ilyen helyre beugrik, akkor már gondolkodhat, hogy ott nagy baj van. Ugye? És nagyon érdekes volt, amikor kiszálltunk a kocsikból itt a nyiladékon, akkor már a kutya így megtekerte a fejét egyszer a levegőbe. Azt, aki ott volt, az látta, na aztán akkor itt ugye csupa szakemberek vannak a koronával, és érezhető volt, hogy itt valahol itt fekszik már. Ugye az éterbe is terjengenek a szagok, hiába a vére az, amelyik leteszi az órát és elmegy mellette inkább, de fő nem venni észre, nem venni nem. Egy utolis kutya azért néha beleszippant a levegőbe, és az egy normális dolog. Ennek ellenére elvégezte a ráálló feladatot, letett róla, gyönyörűen végigvezetett a csapán. Az sajnos nem volt túl hosszú, tehát 130-150 méter közötti számlálók mérték, mindenkinek van a lépésmérő, lépésszámlálók, és ott feküdt már a dermet vad, ott jó viselkedett, nem nyúlt hozzá, nem akarta széttépni, ami ilyenkor azért hiba. De hát mondom, a munka akármennyire tökéletes, a rövidsége miatt sajnos nem értékelhető. Az első nap egy másik, meglehetősen érdekesnek ígérkező munkát is tartogatott még számunkra, melynek során egy melső láblövött szarvas tehenet kellett terítékre hoznia az Ausztriából érkezett Leopold Spanagönnek a Zalaerdő ZRT területén. A Zalaerdő ZRT hazánk délnyugati részén, túlnyomó részt Zala megye közigazgatási területén állami tulajdonú erdőkben gazdálkodik. A kezelt erdők területe jelenleg 56 ezer hektár. A cég Zala megye 51 vadgazdálkodási egységéből 4 területen, összesen közel 77 ezer hektáron folytat vadgazdálkodást. A hatalmas, egybefüggő erdőtömbökkel rendelkező, mezőgazdasági területekkel, szőlőhegyekkel tarkított zalai táj optimális élőhelyet nyújt a nagyvad számára. Bükkös és tölgyes állományaik táplálékot, sűrű ajnövényzetű és fiatal erdeik pedig kiváló búvóhelyet biztosítanak részükre. A legjelentősebb vadfaj a világhírű gímszarvas. Nem véletlen, hogy a Nagykanizsa, Bánokszentgyörgy, Szentpéterfölde, Letenye és a lenti Zalabaksa térségét felülelő területet a mezőgazdasági miniszter a zalai gímállomány gén megőrzése céljából különleges rendeltetésűvé nyilvánította. A zalai szarvas kiemelkedő minőségét mutatja, hogy itt a legmagasabb az aranyérmes trófeák aránya az egész világon. A kiváló vadászati lehetőségek legnagyobb részét, így a 4 vaddisznós kertjükben szervezett hajtásokat is a saját vadászati irodájukon keresztül értékesítik. A Zalaerdő ZRT 5 erdészete közül valamennyi rendelkezik korszerű, minden igényt kielégítő vadászházzal. Vendégeiknek összesen 7 összkomfortos épületben tudnak kényelmes szállást és kifogástalan ellátást biztosítani. A vadhúst az 1981-ben alapított Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Részére értékesítik, melynek a Zalaerdő ZRT is résztulajdonosa. A Zalaerdő ZRT Bánokszentgyörgyi erdészetének a üzemi vadászterületén vagyunk. Ez a vadászterület mintegy 23 ezer hektár nagyságú. A jelenleg folyó állományszabályzó vadászatok ideje zajlik most, és hát itt következett be most a tegnapi napon egy sajnálatosan, hát vélhetőleg rosszul leadott lövés következtében egy gímszarvas sebzése. Az előzetes jelzések alapján a vadnak a melső lábánál
volt a lövés, tehát ott érte a találat. Ebből kifolyólag ugye a munka elég jól el is húzódhat akár, de hát mindenképpen azon leszünk, hogy a vadnak a további szenvedését a lehető legrövidebb időre szűkítsük. Egy mindenféle nehézségekkel is megtüzdelt, kitartó és hosszú munkában volt részünk. A sebzett vadat sikerült terítékre hozni egy kemény, több mint 3 óra hosszás munkával, mely alatt ugye a vezetékmunka hossza mintegy 4-4,5 kilométeres volt, ezt majd még pontosan a GPS alapján ki fogjuk tudni számolni, és ehhez még párosult egy olyan 1500 méter körüli hajsza, egy jó fél órás állítással, tehát ez azt jelenti, hogy ugye, amikor a vére utolérte a sebzett vadat, akkor annyi ideig tartotta még helyben, amíg a vadhoz odaértünk, és a vére vezetője megadta a kegyelemlövést. Az osztrák versenyző a kegyelemlövés után néhány perccel boldogan mesélt az élményeiről. Am Anfang éjeslichte. Egy igen nehéz munkán vagyunk túl, rettenetesen elfáradtam. A terepviszonyok nem igazán kedveztek nekem, sok energiát kivett belőlem a szinte folyamatosan leküzdendő szintkülönbség, és a néhol meglehetősen sűrű ajnövényzet. Sajnos egyszer-kétszer a kutyám, Valdó is elbizonytalanodott, de eszünkbe sem jutott feladni a küzdelmet. A szokatlanul hosszú hajsza végén a vérevem hangosan állította, forgatta a vadat, így a csaholás irányába tartva sikerült terítékre hozni a sebzett vadat. Hatalmas megkönnyebbülést éreztem, hiszen sikerült megszabadítanom őt szenvedésétől. Az, hogy a szarvastehén végül terítékre került, öröm a kutyámnak és nekem is, de leginkább talán az a vadász örül neki, aki a sebzést elkövette. Új nap, újabb remények. A verseny 3. napja a szokásos módon a munkák kihúzásával kezdődött. Ezúttal egy lengyel versenyző nyomába szegődtünk. Tekintettel arra, hogy az előzetes várakozások szerint ez ígérkezett a legérdekesebb munkának, végtelen hosszúságú terepjáró konvoj indult el a Sefag ZRT területére. A Sefag ZRT Somogy erdeinek felén mintegy 80 ezer hektár állami tulajdonú erdőterületen gazdálkodik. Kiváló vadállománnyal és rendkívül változatos természeti adottságokkal rendelkezik, hiszen a Balaton déli partján fekvő külső somogyi dombvidéktől a Kaposvártól délre található rendkívüli szépségű Zselici dombvidéken át a Drávaparti síkságig igen sokféle domborzatú tájjal rendelkezik. A terület erdősültsége 27%, ezzel ez az egyik legerdősültebb térsége az országnak. S bár csak kevés, nagy kiterjedésű, összefüggő erdő található a megyében, viszont a néhány száz hektáros mezőgazdasági területekkel vegyes erdőfoltok száma igen magas, ami a nagyvadfélék számára igen kedvező életfeltételeket biztosít. A Sefag ZRT a vadgazdálkodást 7 vadászterületen végzi, melyek együttes kiterjedése mintegy 100 000 hektár. A Sefag ZRT vadászterületein minden hazánkban élő nagyvadfaj megtalálható, így a gímszarvas és a dám mellett igen jelentős számú vaddisznó és őz, valamint kisebb számban muflon is él. A gímszarvas minősége kiemelkedő, ezért 6 vadászterület gémmegőrzés miatt különleges státuszt kapott. A somogyi gímek kapcsán külön említést kell tenni a 2001-ben Lábodon elejtett
16,83 kg-os agancssúlyú, 265,67 nemzetközi pontszámú trófeáról, amely jelenleg 7. a világranglistán. Az eddig lőtt legerősebb dámbika a 2002-ben Csöpröndön elejtett 5,22 kg-os, 211,37 pontra bírált lapátos. Az éves teríték nagyságrendileg 2000 gémszarvas, 1100 dám, 700 őz és körülbelül 100 muflon, míg vaddisznóból közel 3500 kerül terítékre. A vendégek a vadászati idényen kívül akár pihenési céllal is igénybe vehetik a 12 vadászház szolgáltatásait. Tegnap az én kíséretemben egy külföldi vendég sebzett itt tőlünk 100 méterre egy. Valószínűleg egy giműnő lesz, vagy egy fiatal tehén. Jobb első láblövés. Meglátjuk, hogy a kutya segítségével mire jutunk. Kevés a vér. Valószínű, hogy csontot is tört a lövedék, és valószínű, hogy hajszás munka lesz. A vadállományunk elég dús, úgyhogy lehet, hogy egy érdekes, biztos, hogy egy érdekes délelőtt vár ránk. Pillanatnyilag elment a kutya hajszára, semmi többet nem tudunk, megállítani eddig nem tudta. Remélhetőleg igaz, hogy most GPS jel se jön vissza, remélhetőleg majd valahogy meghalljuk a kutya hangját. Többet pillanatnyilag nem lehet róla mondani. Az eredményes utánkeresés jutalma a dicsőségen és az elismerő gratulációk tucatjain kívül az elejtett vad terítékénél felharsanó kürtszó. Amíg a stáb egyik fele Dél-Somogyban dolgozott, addig forgatócsoportunk másik része a szomszédos vadászterületen, az egykori Hohenlohe birtokon Kaszón próbált szerencsét. Kaszó Somogy zöld szíve. Sokan hallottak már róla, de igazán csak kevesen ismerik. A település neve egységbe foglalja az egymástól elválaszthatatlan kaszói erdőt, az azt kezelő erdőgazdaságot, a fokozottan védett természeti értékeket őrző Balátatavat, az erdő mélyén megbúvó kisközséget és az itt található vadászházat a hozzá kapcsolódó üdülővel. A Kaszó ZRT hazánk egyik legnagyobb és legsokszínűbb megyéjében, Belső Somogy változatos tájú homokvidékén 25 ezer hektáron gazdálkodik. A terület, mint egykori hercegi birtok, számtalanszor cserélt gazdát, ennek ellenére egységes, folyamatos gazdálkodás folyt a vidéken. Belső Somogynak ez a része, mint egykori lápvidék, mezőgazdasági termelésre kevéssé alkalmas, viszont kiváló erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási lehetőségeket rejt magában. Természeti kincsnek számító, Európa hírű vadállomány él a területen.
A minőség fejlesztését nagyban segítik a vadföldek, a gondosan karbantartott nyiladékok, cserkelőutak és egyéb vadászati berendezések. A Kaszó ZRT legfontosabb vadfaja a gímszarvas, a dám, a vaddisznó és az őz, melyek közül minden évben értékes trófeákat és talán még értékesebb vadász élményeket vihet magával az ide látogató vadász vendég. Az éves teríték 1500 darab nagy vad. Az egyéni vadászatok mellett igen kedveltek a tél folyamán rendezett társas vadászatok, amelyek egy része szabad területen, egy része kertben zajlik. Vadász vendégeink kényelmét többféle szállás lehetőség is szolgálja, a színvonalas vadászházi lakosztályoktól a kényelmes kis erdei lakokig. Tegnap este 4 osztrák vendég érkezett, ezek körül az egyiket, Jörg osztrák vendéget én kaptam kísérésre. Mivel hogy kezdő vadászról van szó, eléggé izgulós volt, és sajnos egy lövést elengedte, és egy kicsit belehúzott. Ezért, ahogyan láttam, a dámnak a jobb első lába fityeget. A lövés után a dám befutott az erdőbe egy 20 métert, és hát ugye nem láttuk, mert az erdőbe voltunk, megvártuk a kötelező 10 percet, vagy 2 cigaretta időt, és amikor rámentünk a rálövés helyét, a vad futott előttünk. Láttam, hogy fityeg a lába, és be is fejeztük a további keresést, mert hát ilyenkor a vérebb szükséges ahhoz, hogy meglegyen a zsákmány, terítékre kerüljön a vad. A sors fintora, hogy ezúttal megint amellé az osztrák versenyző mellé kerültünk, akinek az előző napi munkáját végig rögzítettük. Ennek ellenére persze azért elindítottuk a kamerát. Kutya fölvette a szagot, most kezd ráállni a nyomra, és most indít körülbelül, most jól is megy, de még mindig köröz, mert ugye itt állt a sebzet van, de itt állt a tehén is körülötte. A tehén az teljesen más irányba futott el. Itt most találtunk lőjeleket, csontot és vért itt a mellettünk a lábuknál, jó, most fogja fölvenni a kutya a nyomot, mert itt sajnos a szóron annyi vad volt, sajnos, szerencsére annyi vad volt, hogy hát itt nagyon nehéz volt kibogozni neki, de úgy gondolom, hogy rátalált. Vezetékmunka végén, az utolsó sebágynál csatolták a kutyát a vezetékről, és elkezdődött a hajsza. Hanggal hajtott, de egy 4-500 méter után megállt a kutya, és visszajött, úgyhogy ebből feltételezzük azt, hogy az egészséges vad csapáján indult el. Most tartunk egy 10-15 perces szünetet, a kutyát kicsit felfrissítik, és újra kezdjük az utolsó kontrollálható helytől a vezetékmunkát. A sebágytól elindult a kutya még egyszer vezetéken, szép lassan követte a munkát, a nyomot, vért
csak itt ebbe a fiatal sűrűbe találtunk egy csöpöt, bejöttünk az erdőbe egy 20 métert, amikor hát én látni nem láttam, csak hallottunk, hogy a vad föltelt előttünk. Mentünk még egy 50-60 métert, még biztosan voltunk abban, hogy nem egészséges vad után megyünk, amikor találtunk még egy cseppfért, abban a pillanatban a bírók engedték a csatolást, és egy percen belül a kutya megtalálta a vadat. Hangos hajszával, és egy pár száz méter, 100 méter után meg is állította, és helybe tartotta, és következett a kegyelem lövés a vad számára. A teríték készítése, az elejtett vad elbúcsúztatása, a végtisztesség megadása több évezredes múltra visszatekintő, kultikus vagy vallási alapokon nyugvó magatartásforma, amely mára jelentősen átalakult ugyan, ősi szimbolikáját, szertartásos jellegét azonban megőrizte. Töreten, mint azt a neve is mutatja, egy lombos fáról letört leveles gajacskát értünk. A német vadászirodalom közel egy tucat töretféleséget különböztet meg. Náluk ismeretesek, bár manapság már nem használatosak, például a különféle irányjelző töretek is. Hazánkban a seb és a kalap töret terjedt el. Előbbit a terítéken fekvő vad lőtt sebére helyezzük. Szimbolikáját tekintve ennek az a lényege, hogy megakadályozzuk a vad lelkének fájdalmas távozását, vagyis hogy ne a vérző seben keresztül illanjon el a lélek, mert így magával vinné a kiint. A vad szájába helyezett utolsó falat kultikus jelentőségű, több ezer éves szokáson alapul. A magyarázata érthető. A vad átsegítése az örök vadászmezőkig vezető hosszú úton, tehát annak előmozdítása, hogy ne szenvedjen szükséget a túlvilágon sem. A lőtt seb vérébe mártott kalaptöretet a kísérő a kalapjához hozzáfogva adja át az elejtőnek, aki átveszi, majd megköszönve a vadászatot a kalapja zsinórja mögé tűzi. Ezt legfeljebb egy napig illik hordani, de ha közben újra kimegyünk vadászni, akkor már ne viseljük a kalaptöretet. Amennyiben utánkeresésre kerül sor, az elejtőnek illik a kalaptöretéből egy kis darabot a vadat megtaláló vérebb nyaklójába dugnia. Leopold Spanagel a vadász hagyományoknak és az etiketnek megfelelő ceremóniát követően készségesen nyilatkozott. A kutyám még sohasem keresett dámot, így egy kissé féltem a mai munkától, de sikerült a feladatot megoldani. Nagyon kellemes emlékekkel térek majd haza, hiszen két egymást követő napon két eredményes, hosszú hajszával járó utánkeresést is teljesítettem. A vezető bírót ezt követően arra kértük, hogy röviden értékelje a munkát. Wir haben heute hier eine Arbeit gehabt auf einen Darmschmalspießer. A láblövött dámünő 17 órás csapáján igen nehezen indult meg a vezetékmunka, és a nagy vadsűrűség miatt voltak kisebb megingások is. Mivel azonban nagyon tapasztalt vezetőről és rutinos kutyáról van szó, ez nem jelentett igazán nagy problémát, rögtön javítani tudták hibáikat. A csapa kidolgozásának első szakasza nehezen volt kontrollálható a kevés vér miatt. Amikor viszont az utolsó sebágy után megtörtént a csatolás, az 550 méteres hajsza már úgy zajlott, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Mire visszaértünk a szállodába, már sűrű cseppekben zuhogott az eső, így volt időnk egy kissé elmerülni a magyar vérebezés dicsőséges múltjában, és beszélgetni arról, hogy hogyan is kezdődött az utánkeresés hazai históriája. Vettem egy kutyát, és azt a dr. Galom Gábor kollégám és Jakab István kollégámból együtt két évig itt tanítottam Belábodon. Sárkánykuti Berilnek hívták, tehát egy világhírű kutya lett belőle, aki élt 14 évig. Én több mint 250 eredményes utánkeresése volt ennek a kutyának most. Én tudomásom szerint akkor még a Sasemil komámnak, mi ezt így hívják, annak volt egy kutyája, akiről én tudtam, meg Lábodon volt a Didó és a hát a Berilnek az édesanyja, a Linda, így hívták azt a kutyát, de mind a kettő Németországból származott. Mi ugye vizsgálva kerestünk, tacskóval kerestünk, foxival kerestünk, de ezek a vérebek képesek akár 40 órás nyomon is elmenni. A bírók, aztán a kutya vezetők is, hát
igen nagy tisztelettel vannak felém, mert én nem egy olyan szigorú bíró voltam, hogy kizárni, hanem én a szinte mindenki, ha engem kapott, akkor nagy örömmel voltak, mert tudták, hogy biztonságban, mert én segítettem mindenkinek, úgyhogy ja. Willy Puchmüller, a Német Vérepszövetség egykori tenyésztés vezetője, igazi megszállottja az utánkeresésnek. Azon túl azonban, hogy kiválóan ismeri a vérebezés egyetemes és magyar történelmét, van egy 30 éves hagyományokon nyugvó, igazán különleges szokása is. Die ungarische Jägerei hat eine sehr lange Tradition mit Schweißhunden zu arbeiten. Magyarországon komoly hagyománya van a vadászkutyázásnak, ezen belül a vérebezésnek. Ez utóbbi egészen Mária Terézia koráig nyúlik vissza. Akkoriban királyi ajándék volt egy-egy jól dolgozó kutya, amelyek többsége Észak-Németországból, pontosabban Hannoverből származott. Ezek aztán a bécsi udvarba, majd onnan Gödöllőre, a császári és királyi vadászterületre kerültek. Később 1937-ben alakult meg a Magyar Véreb Egylet, amelyik tagja lett a Nemzetközi Szövetségnek. Az első magyarországi nemzetközi véreb verseny ezután nem sokkal Devecserben történt, az Eszterházi birtokon került megrendezésre, amelyen hazai részről Fuchs Antal hivatásos vadász indult. A következő magyarországi fővizsga Kapuváron volt, majd évekkel később, a II. Világháborút követően dr. Galamb Gábor vezetésével újra szerveződött a közben szétzüllesztett vérebes mozgalom. 1983-ban Harmadízben rendeztek nemzetközi véreb versenyt itt a Kárpát-medencében, egészen pontosan Lábodon. Én ekkor vásároltam egy novellás kötetet, amelyet a nagyhírű lábodi vadgazda Studinka László írt. Ebbe a könyvbe emlékül bejegyeztem a fővizsgán jelenlévő véreb vezetők és bírók neveit. 10 esztendő múltán, 1993-ban, újfent a Magyar Vérebezés fellegvárában Lábodon volt ez a megmérettetés, ahová ezt a könyvet elvittem, és megint aláírattam a résztvevőkkel. 2003-ban a Kaszón megrendezett fővizsgán ismét az összes vezető és bíró neve felkerült a lapjaira, így az elmúlt 30 év vérebes krónikája kiolvasható a bejegyzésekből. Sajnos sokan azok közül, akik bekerültek a könyvbe, már nem lehetnek közöttünk. Ezért úgy vélem, ez a könyv immár történelem. Természetesen ez a mostani rendezvény sem maradhat ki, így a 2013-as nevek számára egy új lapot indítottam. Gondolom sokak számára nem meglepő, hogy elég szoros ez a kapcsolat, tehát a vadászkutya és a vadászkült kapcsolata, és az sem meglepő, hogy ezt a hagyományt és ezt a kapcsolatot elsősorban a német fajta klubok tartották fönn mind a mai napig, és elsősorban a Német Vizsla Klub és hát a Magyar Véreb Egylet az, aki a mai napig ápolja ezeket a hagyományt, és ezeknek, szemben belül a Magyar Véreb Egyletnek köszönhető elsősorban, hogy Magyarországon ez a hagyomány a mai napig fennmaradt. Tehát a történetéről röviden annyit, hogy Magyarországon már 1800-es évek elején is volt vadászkürt, hiszen a herceg Eszterházi család ozorai fővadászatán bizonyos Prinzner testvérek már fújták a kürtöt, akiket akkor még Bécsből hozattak. De hát aztán később a kialakulás folytán mindenképp meg kell említeni egy nevet, hogyha a vadászkutya és a vadászkürt kapcsolatáról beszélünk, és ez nem más, mint Walter Frevert, aki a németek egyik híres vadásza volt. Ezen belül a németek egyik híres vérevezetője és híres kürtöse is, hiszen Walter Frevert amellett, hogy egy híres szarvas szakértő volt és fővadász, emellett nagyon híres vérevezető volt, és sokan tudják róla azt is, hogy kürtölt és a vadászati kultúrát ápolta egész magas szinten, és oktatta is magas színvonalon a vadászati hagyományokat. Az 1930-as években Magyarországon is voltak már vérevek, sokkal előbb természetesen, és dolgoztak
híres vérevek, és itt ebben az időszakban meg kell említeni idősebb Fuchs Antal nevét, aki ugye az Eszterházi birtokon, a Bakonyban dolgozott fővadászként, és ő különböző fedeztetés és vérevezés kapcsán többször találkozott és eszmét cserélt, akár a magasó vadászati kultúrára és a kutat vérevek tenyésztéséről Walter Frevertel, és itt ennek kapcsán a kutyázás és a kürtölés is többször szóba jött, és bizonyos szignálokra tanítgatta a Frevert idősebb Fuchs Antalt. 1994-ben alakult meg a Baranya Vadászkürt Együttes is, ami nagyon érdekes vadászkutyás szempontból, hogy az alapító, a Baranya Vadászkürt Együttes alapító tagjai gyakorlatilag mindannyian tagjai voltak a Magyar Vérebegyletnek is. A hazai vérebezés egyik úttörője, az utánkeresők emblematikus figurája 1973-ban kezdett komolyabban foglalkozni a sebzetvad felkutatására irányuló tevékenységgel. 4 évtizedes tapasztalattal a háta mögött a szakember azt állítja, a vérebezés sajátos életforma, amely az ember és kutyája különleges kapcsolatában nyilvánul meg. A véreb munkának a lényege a vérebvezető, és már annak társa pedig a véreb. Együttes munkájuk jelenti a véreb munkának a lényegét. A vérebvezetőnél az ész, az értelem, a tudás, a kombináló képesség van. A véremnél pedig az ősi ösztön, a szimat, a hajszaképesség, a fogóság is. És a kettőnek az együtteséből alakul ki egy jó vérebvezető, egy kiváló kutya, együtteséből alakul ki egy jó véreb munka és véreves teljesítmény. A vérevezető munkája egy speciális munka, ahol az anatómiától, az életanon keresztül, a különböző lövedékek hatásmechanizmusának az ismeretén keresztül, balisztikán keresztül sok-sok minden ismerkednie kell és tudnia kell, és ebben kell legyen a tudományába, az agyába, és ezt nem könyvekből kell, hogy keresse, amikor a gyakorlatról van szó, hanem ezt tudnia kell neki. Csak úgy lehet eredményes munkát elérni, hogy előbb is említettem, hogyha annyira együtt vannak lelkileg is, ha szabad ezt a kifejezést használni, hogy együtt élnek és együtt gondolkodnak mindennel, mindenben. Amikor lábodra kerültem 1959-ben először, akkor felfejlődőben volt a lábodi állami gazdaság, hiszen 1957-ben alakult. A nagyvadállomány a 60-as évek elején kezdett szépen gyarapodni a területnek az óvása, védelme miatt. A 60-as évek elején már vaddisznóhajtásokat is tudtunk csinálni. Azt mindenki tudja, aki vaddisznóhajtást szervezett vagy résztvevője volt, hogy a legnagyobb sebzési arány a vadászati módok közül, az összes közül a legnagyobb a vaddisznóhajtásokban fordul elő. Szomorú volt, hogy nem volt vérebb a vadgazdaságnál. A külföldi vendégeink ezt nagyon nehezményezték is, és éppen ezért ők maguk hoztak német hanoveri vérevezetőket. Munkakörömmel fogva kötelezettségem volt, hogy ezekkel a vérevezetőkkel menjek, és hát ott kísérjem őket, és hát ellestem ott a vérevezetésnek az alapjait, amennyit egyáltalán hát ott néhány nap alatt el lehetett lesni. Annyira komolyan vált a helyzet egy bizonyos idő után, hogy a külföldi vendégek egyik nagyobb csoportjának a vezetője, Malczán Báró úr, felszólította a gazdaság akkori vezetőit, hogy hát legyen szívesek tenni valamit azért, hogy hát legyen egy vérebb és egy vérebvezető a területen. És ő rögtön felajánlotta azt, hogy ő megvásárol egy vérebet, kölyök vérebet a vadgazdaságnak, vállalja azt, hogy kiképeztet egy személyt, és engem megnevezett akkor, hogy Németországban vérevezetői tanfolyamon vehetek részt. Örömmel vállaltam ezt a kiküldetést, és ott voltam egy hónapig Lauenbergbe, Zorin-hegységbe, a legkomolyabb és leghíresebb vérevezetőktől tanulhattam ott meg a vérevezetés tudományát és a tenyésztést is. A Bergin-féle tenyészetből vásárolta Malczán Báró egy kutyát lábodra, világhírű kutya vérebb lett belőle, 400 fölötti eredmény és utánkereséssel nemzetközi versenyt nyert, és sok-sok magyar
hazai versenyt nyert. Természetesen egy kannal, mint törzsalapító kannal nem sokat tudtunk akkor még menni, ezért egy szukát is kapott a vadgazdaság a Malzenbár úrtól, és ezzel a szukával, mint a család alapító szukával és a törzsalapító kannal elindult a lábodi hanoveri vérebb tenyészete. A magyar vérebezésnek persze nem pusztán dicsőséges múltja, hanem büszkeségre okot adó jelene is van. A 200 taggal rendelkező magyar véreb egyletbe tömörülő vezetők legeredményesebb kutyái a világ legjobbjai közé tartoznak. A nemzetközi versenyeken rendre az élmezőnyben végeznek versenyzőink, mint ahogyan erre a 4 évvel ezelőtti fővizsgán, vagy a közelmúltban Lengyelországban megrendezett Jerzewski emlékversenyen is példa volt. 2009-es nemzetközi versenyen abban megtiszteltetésben volt részem, hogy Magyarországot és a magyar véremegyletet képviselhettem. Az akkor 7 éves Szarvaslesi Csilla nevű kutyámmal. Szerencsénk volt, szerencséskézzel sorsoltam, és a verseny utolsó napjának utolsó órájában sikerült egy hosszú vezetékmunkával és egy hajszával terítékre hoznunk egy vaddisznót, ami azon a versenyen a legnagyobb pontszámot eredményezte. Ez év november 2. és 5. között rendezték meg Lengyelországban a nemzetközi meghívásos vérebversenyt. Azon vettünk részt 7 éves hannoveri kankutyámmal, és ezt a versenyt sikerült megnyernünk, ami eddig a magyar vérebedlet történetében először fordult elő, hogy magyar versenyző hozta el az első helyet. Nagyon nehéz munkát húztunk ki, a körülményeket kimondottan nehezített a folyamatos eső. Egy gimbika sebzésre hívtak minket, amit előző nap sebeztek meg. Ez 20-20 pár órás nyomletet, ezt nem tudtuk pontosan. Vért a rálövés után keveset jelzett a kutya, és közbe vettük észre, hogy más kutyával próbálták a helyiek megkeresni, és ott nehezített a helyzetünket az is jelentősen, de egy óra után sikeresen ki tudtunk keveredni ebből a nyomkavalkádból. És kis pihenés után folytattuk a keresést, és egy 1500 méteres vezetékmunka következett, és a csapa végén dermedten találtuk meg a szarvast. Tehát hajszára nem került sor. A szervezők nem csak a megfelelő elhelyezésről és az optimális versenyfeltételekről gondoskodtak, hanem többféle fakultatív programmal is kedveskedtek a résztvevőknek. A kísérők számára borkóstolót, balatoni kirándulást és gyógyfürdőzést szerveztek. A legtöbben azonban a Helikon kastély vadászati múzeumát tekintették meg. Rossz idő és fáradtság ide vagy oda, a kiállításra még a kissé elcsigázott véred vezetők is ellátogattak. A gyűjteményt Hídvégi Béla világvadász mutatta be a látogatóknak, akik nem győztek rácsodálkozni a preparátumokban páratlanul gazdag diorámákra. A háromnapos fővizsgát megelőző napokban közel 400 ezer hektár vadászterületen történtek társas nagyvadvadászatok, s az ott bekövetkezett sebzések elegendő számú munkát jelentettek a résztvevőknek.
A Verga ZRT-nél még az utolsó napra is akadt kidolgozandó csapa. Igaz, mint később kiderült, a vezetékmunka rövidsége miatt, bár a vadat sikerült terítékre hozni, eredménytelennek bizonyult. A Verga Veszprémi Erdőgazdasági ZRT szerteágazó tevékenységeket folytat. Erdő- és vadgazdálkodással foglalkozik, fafeldolgozást végez, murvabányát, valamint erő- és munkagépeket működtet. Mindezeken túl a vadáztatás, a társaság hotelje, apartmanháza és étterme révén a turizmusban is jelen van, a Hubertus erdei iskola üzemeltetésével pedig a természetközeli nevelést igyekszik elősegíteni. A korábban a Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó erdőgazdaság részvénytársasággá alakítása 1993 elején történt, de továbbra is 100%-os állami tulajdonban maradt. A Bakonyvidék a délnyugati északkeleti irányban húzódó Dunántúli középhegység legnyugatibb tája, melynek alapterülete mintegy 3540 négyzetkilométer. A szűk, mély völgyekben szurdok erdők, a déli, melegebb lejtőkön karszt-bokor erdők találhatók. A Verga ZRT vadászható területének nagysága 17,500 hektár. A zirci erdészet és a királyszállási erdészet által kezelt vadászterületen az adott élőhelyi viszonyoknak megfelelő, kiváló minőségű gímszarvas állomány található. A golyóérett gímbikák trófeasúlya 6-10 kg között oszlik meg. A társaság vendégvadásztatásának egyik kitörési pontja a jó minőségű muflonkosok vadásztatása. Az érett kosok csigahossza 70-90 cm. A vaddisznó jelentős része a mintegy 20 napot kitevő nagyvad társas vadászat során került terítékre. A Verga ZRT saját vadászat szervező irodával is rendelkezik, de együttműködik egyéb partnerekkel is. A vendégvadászatok sikerét a kiválóan kezelt terület, a kényelmes vadászház, a kísérők kiváló szaktudása és gyakorlata, valamint a társaság menedzsmentjének kiemelt figyelme biztosítja. Tekintettel arra, hogy néhány véreves, köztük Pukánszki Zoltán, még javában dolgozott a reggel megkezdett munkán, a szervezők úgy döntöttek, még világosban, az eredményhirdetést megelőzően, a meghirdetetnél korábban tartják meg a terítékkel színesített záró ünnepséget, amelyre ráadásul orkán erejű szélben került sor. Ennek ellenére a vadászkürtök hívó szavának eleget téve igen sok érdeklődő sorakozott fel a mágiák által szegélyezett területen, hogy meghallgassa a záróbeszédeket, amelyek többsége a sebzett vad felkutatásának erkölcsi és etikai kötelezettségéről szólt. Az elmúlt három napban jelentős munkát végezve nagyszámú vadat sikerült kiváló vérebeinkkel megtalálni. Elérkeztünk a záró eseményhez, és mindenképpen szerettük volna, hogy a vadnak a tisztességet, a végtisztességet még lővilággal, még látható fény mellett, jó fény mellett adjuk meg. Rangos nemzetközi eseményen természetesen az illetékes szaktárca is képviseltette magát. A vadászati szakirányítást végző Vidékfejlesztési Minisztérium képviselője külön kiemelte az utánkeresés gazdasági jelentőségét is. Tudjuk, hogy ezek a vérebek, legyen az hanoveri bajor, hihetetlen értékeket mentenek számunkra. Ez magyarországi viszonylatban közel félmilliárdos összeget jelent éves szinten, ha a hús és a trófea értéket egybevonjuk. De én még külön ki szeretném emelni ebben a munkában azt az értéket, ami pénzben nem kifejezhető, amikor egy vadásznak a már elveszettnek hitt trófeáját ezek a csodálatos négylábú barátaink megtalálják. Thank you.
Mire a versenyzők pontszámait nyilvánosságra hozták, már a hazai induló is visszatért a szállodába. A magyar vérebes az utolsó nap szinte a lehetetlen határait súrolva egy 12 kilométeres vezetékmunkával bizonyította kitartását, valamint elhivatottságát, ám végül sikertelenül zárta a viadalt. Nem vagyok elégedetlen, mert nincs hiányérzet bennem, úgy gondolom, hogy megtettünk mindent, amit lehetett. Ha egy kis szerencsénk van, akkor akár lehetett volna ott is, ahol abba hagytuk a munkát, vagy bárhol addig, mert hogy rajt voltunk a csapán. Csak ez a szarvas valamiért nagyobb távolságot tett meg, vagy azért, mert a szlovén kutya messzebb hajtotta, vagy azért, mert nem volt komoly sebzése, ezt most már utólag megmondani nem tudjuk. Így alakult. Az első helyet a lengyel Krzysztof Safranski szerezte meg Bari Akkord nevű bajor hegyi vérevével, megelőzve a szintén ezt a fajtát vezető cseh Radek Hasenőrt, illetőleg a hannoverisek becsületét megmentő osztrák Leopold Spanagelt. Természetesen az eredményhirdetést követően a győztest is megszólaltattuk, aki előre bocsájtotta, hogy nem túlságosan rutinos interjú alany, és még fel sem fogta, hogy mi történt vele, de azért megpróbál összeszedetten fogalmazni. Vérevesként ez az eddigi legnagyobb sikerem, rettenetesen boldog vagyok. Annál is inkább, mert nálunk otthon nem szoktunk ilyen öreg, 20 órás sebzésekre rámenni, inkább meleg csapákon dolgozunk. Ha esti lövésről van szó, akkor fejlámpával igyekszünk mielőbb, akár éjszaka, sötétben terítékre hozni a vadat. Ennél a munkánál gondot jelentett a kevés vér, a sűrű nádasban történő hajsza, illetőleg, hogy a sebzett szarvasborjú útját többször keresztezte egészséges vadváltója is. Én egyébként nem erdész vagy hivatásos vadász vagyok, tehát nekem a vérebezés csak hobbi. Civilben egy saját tetőfedéssel foglalkozó vállalkozást irányítok, így az utánkeresés nem tartozik a mindennapi tevékenységeim közé. Talán éppen ezért értékelem sokkal többre ezt az eredményt. Fantasztikus érzés, hogy nyertem. Egyelőre el sem hiszem. Hát igen, ez egy óriási monstre rendezvénye volt a Magyar Vérevegyletnek. Újra 10 év múlva kapunk ki erre lehetőséget. Rengeteg munka tapadt hozzá ahhoz, hogy ilyen sikerrel tudtuk befejezni. Ehhez több erdőgazdaság és hát más társadalmi szervezetek is adták a segítségüket. Ugye ez nem olyan egyszerű ma már egy ilyet szakmai tartalommal is kitölteni, mint korábban volt. Hát korábban kimentek és sebeztek, ahogy tudtak. Ma már olyan állatvédelmi előírásoknak kell megfelelni, amit nem hagyhatunk szem előtt. Való igaz, Magyarországon van a legvadbő, a vaddúsabb területek, és a valaha világhírű vadállomány azért mégiscsak világhírű, még most is az én olvasatomban, és ehhez azért kell egyet szám, tehát nincs más, néhány kószáló vadból nem hiszem, hogy világrekordok termelődnének ki. Más országokban, ahol nem ilyenek a feltételek, ott bizony egy kicsit rácsodálkoztak egyik-másik munkára, a sok keresztező csapára a kutyák. Igen, és vérebbel kell, hogy rendelkezzen a vadászterület, hiszen úgy gondoljuk, hogy a hozzánk ellátogató vadászvendégek számára is fontos az, hogy eredményesen vadásszanak. Nem sikerül mindig olyan lövést tenni, amikor tűzbe rogy az a vad, amire a puskát felemeltük, és hát több esetben utánkeresésre van szükség. Én úgy gondolom, hogy mind a vadászat szervezőnek, mind pedig a vadásznak, és elsősorban szerintem talán a vadásznak fontos az, hogy mi hamarabb meggyőződjön arról, hogy valóban eltévesztette a lövést,
vagy pedig olyan sebzést ejtett a vadon, ami hát szenvedést okoz neki, és ettől a szenvedéstől mielőbb meg kell szabadítani. Én úgy gondolom, hogy ez az összefogás, ez is mutatja, hogy az állami erdőgazdaságok rendkívül elkötelezettek amellett, hogy a vadászatról kialakult társadalmi megítélést mi jobban sikerüljön megváltoztatni. Reményeink szerint jól érezték itt magukat nálunk. Igyekeztünk megfelelő körülményeket mind a munkához, mind pedig az elhelyezéshez biztosítani, és reményeink szerint hamarabb, mint 10 éven belül vissza fognak térni hozzánk. Ha jól érezték magukat, talán még egy kicsit a jó hírünket is el fogják vinni, és reméljük szívesen jönnek újra vissza hozzánk. Akkor jövünk, ha másnak nincs esély. Át sűrűkön a sebzett vad nyomán. Rátalálni gyerünk, vezes kutyám. Jól van, látom itt a véres levél. Most megmutatjuk mi is talán, ami még ősi vadász szenvedély. A 4 napos rendezvény a komoly presztízs értékkel bíró versenyen túlmenően kiváló alkalmat szolgáltatott a tapasztalat cserére, az anekdotázásra és a barátság elmélyítésére. S bár a résztvevők között néha akadtak kommunikációs nehézségek, a közös nyelv az azonos érdeklődési kör, illetőleg a vadászat, a vadászkutyázás és a vérebezés szeretete segítséget nyújtott ezeknek az áthidalásában. A 2 évente más-más országban megtartandó fővizsga a Nemzetközi Vérebb Szövetség tisztújító közgyűlésével és gálavacsorával zárult. Hazánkban legközelebb 10 év múlva adnak randevút egymásnak kontinensünk legjobb utánkeresői, akik egy igen jó hangulatú, sikeres rendezvény emlékével sok-sok élménnyel a tarisznyájukban térhetnek haza, hogy immáron a hazai erdőket, mezőket járva tegyenek eleget küldetésüknek. Megkeressék, s ha szükséges, mielőbb megváltsák szenvedésétől a sebzett vadat. Ez minden vadat tisztelő és vadat szerető vadász számára alapvető erkölcsi kötelesség, mint azt Otto von Riesenthal, német vadászíró örök érvényű soraiból is hallhatjuk. Az legyen a vadász nemes törekvése, hogy a vadat óvja, kimélje és védje. Vadászszék, mint törvény és szokás kívánja, s teremtményeiben a teremtőt áldja. Thank you.